Alfred Lambremont, Webre, Omniversum Előszó, a könyv kezdete Az Omniversum feltérképezésében jelentős mérföldkőhöz érkeztem 2009. júliusában, Spanyolországban, Barcelonában. Egy nap, Ima Sánchez, a La Vanguardia vezető katalán újság újságírója készített velem interjút a La Contra című rovata számára az Exopolitika, Politika, Kormány és az Univerzum Törvénye című könyvem spanyol fordításának bemutatóján voltam Spanyolországban. A La Vanguardia barcelonai szerkesztőségének egyik kis tárgyalójában ültünk. Az interjú vége felé Ima letette a tollát, kikapcsolta a diktafonját, és egyenesen nekem szegezte a kérdést. Alfred, hogyan működik az univerzum? Mi a kapcsolat a Földön kívüliek és az emberi lélek reinkarnációja között? Rögtön tudtam, hogy ima azokra a kulcsfontosságú kérdésekre vár tőlem választ, amiket évszázadok óta próbálnak megfejteni filozófusok, tudósok, papok és hétköznapi emberek. Abban a pillanatban megértettem, hogy ima megadta nekem a gyakorlati kutatások irányát, mely annak a vizsgálatáról szól, hogy a fizikai multiverzumban hogyan kapcsolódnak össze egymással az intelligens civilizációk és hogyan alkotnak egy még nagyobb egészet a lelkekkel, a szellemi lényekkel és a forrással, Istennel. A Barcelonai beszédem után visszatértem Madridba. A szállodában mielőtt elindultam haza Vancouverbe, egy papíra felvázoltam a Földön kívüliek és a lélek közötti kapcsolatot valamint összehasonlítottam az emberek és a földön kívüliek közötti kommunikációt, az emberek és a túlvilági lelkek kommunikációjával. Az információk elrendezésében alapvető párhuzamok voltak. Mégis, legalábbis amennyire én tudtam, még soha senki nem vizsgálta ezt. Hamarosan egy másik jelentős mérföldkőhöz érkeztem, amikor 2009. augusztusában az Oxford University Press egyik szerkesztője megkért, hogy írjak egy könyvet a nemzetközi jog és a földön kívüliek kapcsolatáról. Rájöttem, hogy a könyv megírásához meg kell határoznom az intelligens földönkívüli civilizációk fogalmát, ám akkor még nem volt megfelelő tipológia az ilyen civilizációk jellemzésére. A földönkívüli civilizációk és földönkívüli irányító testületek új tipológiájának kidolgozása közben rájöttem, hogy ez egyúttal bizonyító és fogalmi alapot ad az omniverszum sok dimenziójának a feltérképezéséhez. A szerzőről. Lambremon könyve, az Exopolitics alapította meg az exopolitikát, a multiverzum intelligens civilizáció közötti kapcsolat tudományát. A fejlett kvantum technológiát felhasználva, a US Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, és a központi hírszerző ügynökség, CIA, 1971-ben visszajuttatta a 2005-ben megjelent Exopolitika című könyvét, amikor Alfredot, mint egy 50 CIA és a DARPA ügynök egy csoportja kihallgatta, mert tudták, hogy a jövőben a földön kívüliek és ideutazás szakértője valamint az exopolitikai és az omniverzum dimenziós ökológia hipotézis megalkotója lesz. Alfred most integrálja az intelligens földönkívüli civilizációktól és a lelkek intelligens civilizációitól származó empirikus adatokat, és bemutatja az omniverzum dimenziós ökológia teljesen új hipotézisét. Alfred a Yale Egyetemen és a Yale Law Schoolon szerzett diplomát nemzetközi jogból, és Fulbright Scholar ösztöndíjas volt Uruguayban. A New Yorki környezetvédelmi hivatal jogtanácsosa is volt, valamint futurista a Stanford Research Institute-on, ahol az 1977-es Carter Fehérház földönkívüli kommunikációs tanulmányát irányította. Ezen kívül egy civil szervezet delegáltja is volt az ENS és az Unispace konferenciáján. A Kuala Lumpuri háborús bűnök perében bíró volt. Részletek a bevezetésből Az Omniverszum térképe Létezik térkép az Omniverszumhoz? Ahhoz, hogy ezt jobban megértsük, kezdjük néhány hasznos definícióval. Először is, mi egyáltalán az omniverzum? Kezdjük a multiverzummal. A definíció szerint a multiverzum az összes létező univerzum összessége, és tartalmazza az összes teret, időt, anyagot és energiát. Idézett Richard L. Amoroso. A multiverzum, amit néha metauniverzumnak vagy megauniverzumnak is hívnak, általánosságban a feltételezett összes lehetséges univerzum összessége, beleértve a mi Einstein-Hubble univerzumunkat is. A multiverzum szerkezete és minden alkotó univerzum felépítése, valamint a köztük lévő kapcsolat az adott multiverzumot vizsgáló hipotézistől függ. De az univerzum kifejezés hivatott képviselni minden létezés teljességét. Bár az olyan megközelítésekkel, mint a Mr. Tompkins univerzum, vagy a hangya univerzum, Megszoktuk a sok univerzum gondolatát, legalábbis a köznyelvben. Érdekes, hogy az amerikai pszichológus William James már 1895-ben multiverzumról beszélt. Tudományos körökben sok olyan különböző meghatározása létezik a multiverzumnak, mint például a párhuzamos univerzumok, a buborék univerzumok, vagy a párhuzamos valóságok, ahogy azt láthatjuk, Everett minden lehetőséget tartalmazó kvantumteória sok világ elméletében, vagy az M elmélet kiterjesztett húr elméletében, amely szerint a mi világegyetemünk és a többi is membránok ütközéseiből jöttek létre, egy 11 dimenziós térben. A multiverzumban megdöbbentően sok univerzum létezik még a miénken kívül. A multiverzum fogalmának tisztázásához meg kell jegyeznünk, hogy itt a multiverzum világegyetemeit együttesen exopolitikai dimenzióknak hívjuk, amely rávilágít a funkciójukra, mint az intelligens civilizációk bázisa. Az exopolitika tudománya a multiverzum intelligens civilizáció közötti kapcsolatot tanulmányozza. Végül, hogy igazán megértsük, mi az omniverzum, még egy aspektust figyelembe kell venni. A spirituális dimenziókat, amelyek magukban foglalják a lelkek intelligens civilizációit, a szellemi lényeket és a forrást, Istent. Az omniverzum így túlmutat a multiverzum hagyományos, tudományos meghatározásán, mivel tartalmazza a fizikai idő, a tér, az energia és anyag párhuzamos univerzumait. Az omniverzum spirituális dimenziója biztosítja az energiát, a multiverzum minden egyes fizikai univerzumának a teremtéséhez és a fenntartásához. Az omniverzum a multiverzum és a spirituális dimenziók összessége.